Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Testvéreim, az itteni hagyományok szerint Szent Józsefről mondjuk a Szent Misét, a hallgatak szent, akinek egyetlen szavát se jegyezték föl, csak a tetteiről szól a Szentírás. A magyar közmondás mondja, sok beszédnek sok az alja, Józsefnél ilyet nem lehet találni, úgyhogy cselekedetet lehet találni. Íme a hűséges és okos szolga, akit az Úr háza népe fölé rendelt. A Szent Misét a Zarándok ma média misszió munkatársaiért ajánlom fel. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz. Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz. Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsásson meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Józsefet csodálatos gondviseléseddel egyszülött fiad édesanyjának jegyesül választottad. Add meg, kérünk, hogy akit pártfogónként tisztelünk a földön, közben járunk legyen a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ózás próféta könyvéből. A nép hibáit ostorozza prófétája által az Úr. Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt, amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. Szívük megosztott, de most majd megbűnhődnek. Az Úr maga töri majd össze bálványoszlopaikat, pusztítja el oltáraikat. Hiszen már is mondják, nincs nekünk királyunk, az urat sem féljük. A király pedig mit tehet velünk? Elveszett Szamária, királya olyan, mint a letört ág a víz színén. Elpusztulnak a bálványmagaslatok, ahol Izrael vétkezett. Lapu és tövis nő majd oltáraikon, és ők majd így szólnak a hegyekhez. Borítsatok el minket, s a halmokhoz, omoljatok ránk, vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arattok. Szántsátok fel a töretlen földet, itt az ideje, hogy az Urat keressétek. Akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Ez az Isten igéje. Keressétek az Urat, keressétek arcát szüntelen. Keressétek az Urat, keressétek az arcát szüntelen. Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáit, dicsekedjetek szent nevével, az Urat kereső szívek örvendezzenek. Keressétek az Urat, keressétek arcát szüntelen. Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen. Emlékezzetek a csodatettekre, amelyeket végbevitt, csodáira és az ajkáról elhangzó döntésekre.
Keressétek az Urat, keressétek arcát szüntelen. Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, választott fiának, Jákobnak fiai. Ő a mi Urunk és Istenük, ő ítélkezik az egész földön. Keressétek az Urat, keressétek arcát szüntelen. Alleluja! Közel van az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus odahívta magához a 12 tanítványt, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután testvére András, Zebedeus fiai, Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, Vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé a kánaáni Simon, és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városából be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, lényegében egy azon századot követünk mostan az Ószövetségi olvasmányban, múltkor Ámosz felől megközelítve, múlt héten ugye Ámosz Izraelből az Úr szavára megy föl Izraelbe, a mai, ezen a héten Ózeás könyvét olvassuk, aki északi részen született, és ott kapja a küldetést helyben. A mai szakaszunk, ugye a próféta újra a nép hibáit ostorozza. Az első kép így hangzik, lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Ugye az Ószövetségben végigvonul, hogy az választott nép az Úr szőlős kertje. Az északi rész, ugye lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Egy virágzó társadalomban él Ózeás. Gazdagszik az ország. És amikor jólétben él az ember, mindig megkísérti, hogy függetlenítse magát mindentől. Istentől, embertől. Ki is mondja itt a szöveg valahol, hogy nincs Istenünk és nincs királyunk. Van termés, van minden, nem kell nekünk se Isten, se király. Az ember örök pszichéje. Amikor jó megy a sora, akkor el tud feledkezni Istenről. Megboldogult apám szokta mondani, kint a Dónkanyarnál mindenki fogadkozott, esküdözött, ha hazajöhet, akkor így fog imádkozni, úgy fog elmenni Mária Gyűdre. Aztán hazajöttek,
a káromkodást folytatták, Júda talán sose mentek el. Amikor rendben van látszólag minden, akkor már nincs király és nincs Isten. Aztán azért mindig valahogyképpen a vallásra szükség van, ugyanez van a mai társadalomban is. Azért emelnek oltárokat, azt mondja, hogy amilyen sok volt a gyümölcse, tudnik a szőlőtőnek, olyan sok oltárt emelt, amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálvány oszlopokat. Ez is az ember örök tulajdonsága. Nincs király, nincs Isten, de azért a bálványok köllenek. Valláspótlék mindig köll. Ezek olyan örök párhuzamok az emberiség történetében. Szívük megoszlott, mondja a próféta, de most majd megbűnhődnek. Tehát, hogy 732 körül vagyunk, amikor az asszírok elhurcolják Szamária, Izrael lakosságát. Ekkor majd egy kicsit észhöz térdek, de már késő. A jólét csak ennyit mondott velük, nincs nekünk királyunk, az urat sem féljük. A király mit tehet velünk? Mi vagyunk urai a helyzetnek, ez annyiszor megismétlődött a történelembe. Ez a próféta mondja, elveszett Szamária, királya olyan, mint a letört ág a víz színén, elpusztulnak bálvány magaslataitok, ahol Izrael vétkezett, lapú és tövis nő majd oltáraikon. Világos beszéd. Ez mindig a következménye, amikor az ember magabiztosan kimondja, nincs Istenünk, nincs királyunk. Lapú levél nő majd a helyükön. Európa benne van. Mondja a végén a próféta, vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok. Szántsatok fel töretlen földet, itt az ideje, hogy az Urat keressétek, akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Testvérek, a Bibliának nem az a baja, hogy valakinek jól megy, hanem az a baja, ha valaki két lábon a földön áll, de a teremtés rendjére nem figyel, Isten szeretetével nem számol, és nem dicsőíti Istent az ő jóságáért. Tehát két lábbal állni a földön, és figyelni az Isten rendjére. Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet fogtok alatni. Ez a próféta nagyon szép és mély fogalmazása. Az evangélium kisgyerekkorunktól kezdve ismerjük a 12 elküldése. Jézus nem muníció nélkül küldi el őket, hatalmat ad nekik. Egyikünk se muníció nélkül van elküldve a saját családjához, a saját környezetéhez. Hatalmat kaptunk hozzá. Annyira ez a nem kilépő egyház vagyunk, elüldögülő fogyasztók. És érdekes az, hogy utána felsorolja Máté fáradhatatlanul a 12-t, ugye az elejétől végéig, Júdásig, az árulóig. Nagyon különböző emberek. Van köztük görög nevű, van köztük zsidó nevű,
ilyen is, olyan is. Van köztük szent, aki vértanú lesz, és van köztük áruló. Ez a 12-nek a felsorolása talán azt sugallja, hogy a misszió az mindig kollektív munka. Rászorulunk egymásra a misszióban, hogy egymást erősítsük, hogy megosztjuk egymással, ha sikerül valakit közelebb vinni a Jóistenhez. Ez csapatmunka. Talán ezt sugallja Máté, amikor felsorolja a 12-nek a nevét. És a 12 lehet nagyon különböző, mint ahogy itt is az, de egy valami közös az, hogy mindegyikünk Krisztustól kiválasztott és elküldött. Különböző karakterek, különböző gondolkodásúak lehetünk, de annyi biztos, hogy Krisztustól kiválasztottak vagyunk, elküldöttek, és rászorulunk egymással való közösségre. És mit kell hirdetnünk? Azt mondja, menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. Nem valami távoli Istent, az itt lévő Isten országot kell hirdetni. Isten országa bennetek van, Isten országa köztetek van. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő atyánkot, hogy Szent József és a Szent Hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útját. Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Kérünk téged, hallgass meg. Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békesség szerzőket az egész világ javára. Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját. Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Mennyei Atyám, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részesedett emberségünknek.
Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves szinderült áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk is az egész szent. Mennyei Atyánk, midőn bemutatjuk neked ezt a dicsérő áldozatot, kérve kérünk, hogy szolgálatunkban támogasson bennünket Szent József imádsága, akinek atyai gondjára bíztad a földön egyszülöttedet. Kér és uralkodik örökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és téged Szent József emlékezetén illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt, az igaz férfit, az Isten szülő szűznek jegyeséül adtad. Mint hű és okos szolgát, családod fölé emelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült fiadat, Krisztus Urunkat. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői és a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, fiat, halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László és Tibor püspökeinkkel, valamint az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, valamint az összes megholtaktól, akik kezdettől fogva kegyelmet találtott nálad, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon. Hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, remete Szent Pállal, boldog Özsébbel, Szent Imre herceggel, és az összes szentekkel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünk, add meg nekünk ma, és bocsáss meg. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Béke veletek. Béke veletek. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldásból lelkünk üdvösségére. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Uram Jézus Krisztus, élő Isten fia, te az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem szentséges tested és véred vételével, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez,
és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őriz engem az örök életre. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus vére üzöm szülőkére. Jó van, te derék és hűséges szolga, menj be, Urad örömébe. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, életadó szentségeddel tápláltál minket. Add, hogy igazságban és szentségben mindenkor neked éljünk, Szent József példájára és közben járására, aki mint igaz és engedelmes férfiú neked szolgált az üdvösség nagy tervének végrehajtásában. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszted meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen.
Tihány arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére, mi jártuk a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyé. Amen. Mm-hmm.